A B-szektorban vagyunk, ahol gátibiek horgásznak. A csapatunknak ebben a szektorban még nincsen hala. Próbáljuk megfejteni a pályát. Ahogy láttátok is, egy nagyon egyenes pályáról beszélünk, ahol a víz is egyenletesen mélyül, olyasmi, mint a focipálya. Mennyi legnagyobb mélység van, 6 méter? Hát olyan 6,5-7 méter körül. Tehát a 100 méternél 6,5-7 méter körül a vízmélység. Az ilyen pályák általában jellemző, hogy a halak azok a szélekre úsztak be, itt is a halak a főleg a széleken estek eddig. És megkérem Tibit, hogy mondjon néhány szót a helyről, meg a pályáról, meg az eddigi tapasztalatokról. Mint ahogy mondtad, tényleg egy ilyen focipálya jellegű rész van előttünk. Egy megbeszélt taktikát folytatunk. 100 méter körül horgászunk egy olyan kb. 7 méteres vízbe. Oda egy az edzésen bevált etetőanyagot használunk. Ott próbálgatjuk a csalikot, a beváltat, amíg nem is használtakat is rakosgatjuk szépen sorban fölfele. Hát ha valamelyik sikeres lenne, csináltunk egy másik etetést 80 méter körül, egy olyan 5 méteres vízben is, ott másfajta dolgot próbálunk, eddig még nem volt kapásunk, de bízunk benne. Egyelőre itt a szektorban, amit én láttam, a 12 csapat jelen pillanatban ennyit tudok megnézni, mert messze van a B-szektornak a másik része. Itt vezetnek az osztrákok, 5 halat fogtak, 39 kiló körül van a általuk fogott halmennyiség. Nem olyan méretű csalikkal horgásznak, amit eddig láttunk, amit megszokott, tehát a kisebb méretű csalikkal. Mellettük a hollandok is fognak halat, ők 3 halat fogtak eddig, ők a másodikak ezen a részen, illetve a szerbek és a spanyolok fogtak még halat. A spanyolok 2 halat fogtak az éjszaka, azóta nem fogtak halat. Ők is egy kisebb csalival, rövid előkével horgásznak. Ezen kívül nagy mennyiségű hal még nem esett a szektorba, tehát senki nem tudja még igazából, hogy mi az, amivel itt be lehet futni, úgymond. Talán az osztrákok lehet, hogy ráéreztek valamire, bár reggel óta ők nem fogtak halat. Nagyjából ennyi az, amit el tudok mondani. Napközben még kiderülhetnek itt dolgok, bár új dolgokra nem kell számítani, mindenki ugyanazt csinálja. A szerbeknél volt most egy csere, beállítottak egy dobógépet, ők elkezdtek most egy hosszabb horgászatot, tehát ilyen 120-130 méter körül horgásznak. Majd meglátjuk, egy halat fogtak, amit láttunk, meglátjuk, hogy ez mennyire fog beválni.